kicsi póni, picike póni. Megcsókoltott tavasz már, kicsi póni, picike póni. Tova menekült a széli táj, elég a szélből, szomorú égből, vettel a vidám ruhán. Kicsi póni, picike póni, legöszön nap a barát. Én kicsi pónim, picike pónim, neve csak régi jó barát. Én kicsi pónim, picike pónim, a virág neked küldi illatát. Az ugyanával csalna magával, tova száll a kék barát. Én kicsi pónim, picike pónim, a tavasz csak feláll A négy aranypatkó. Első rész. Én ezt nem értem, láttam, hogy Mimika erre indult. Itt kell lennie. Hiszen ott van. Mimika! Mimika! Hová tűnt? Mimika, mi a bajod? Én nem tudom. Édes, mihez kezdjünk? Mimika úgy legyengült, hogy az már ijesztő. Sarcsillag mindjárt ideér, még ön elő biztos tud segíteni. Itt vannak! Édes, meglepi! Hogy van, Mimika? Menjünk be hozzá! Ó, így már kényelmesebb neked, Mimika. Igen, köszönöm. Szervusz, Mimika. Hogy érzed magad? A szeme már nem csillog úgy, mint régen. És nincs semmi étvágya. Már 3 napja egy falatot sem evett. Nem köhög. Nincs láza. A torka is rendben, kicsit sem piros. Viszont nagyon sápadt. Nem tudom, mi a baja. Mi sem tudjuk. Bármi legyen is, ez nem közönséges betegség. Talán mágikus eredetű? Mágikus? Lehet. Ha mágiáról van szó, Tinóruhoz kell fordulnunk. Majd én elviszlek hozzá. Menjünk! Egy pillanat, Megan, én is veled megyek. Én is? Mindennyian megyünk, Megan. Én is menni akarok. Ovaj, föltüskés! Hamarosan visszajövünk, Mimika, tarts ki! Siessetek vissza, és sok szerencsét! Ídni, most már leszállhatsz. Köszi szépen! Farkasok! Fussunk Tinóruházához! Végre sikerült, Muszó! Segítség! Eresz be! Akárki vagyis, hagyd békén! Éppen nem érek rá! Aj, ne! Bocsáss meg, hogy csak így rád törtünk, de kint farkasok vannak! Nem, ez csak az én egyik ügyes trükkem! De hiszen én ezt elijesztésnek szántam. Kedves Tinóru, Mimikának mágikus eredetű betegsége van. Tessék? Már hunyorítani sem tud, segíteni rajta. Nos, rémlik, mintha valamelyik könyvben már olvastam volna beteget szarvúakról. Igen, pontosan ez volt az a könyv. Történetek és legendák a pónikról. Mese a négy aranypatkóról. Emlékszem. Mimika ennek az egyszarvúnak a leszármazottja. Réges-régen az Argita földön 4 patkó készült bűvös csillagfényből. Bizony, e 4 patkót egy különleges egyszarvú kapta. Nos, minden egyes patkó varázserővel bírt, hű de izgi. Az első a jövőt mutatta, a második patkó a fényt uralta. A harmadikkal hallhatóvá vált a gondolat. A negyedikkel az ember arra repült, amerre akart. Álom völgy mélyén dobta őt le a szél. A patkói eltűntek, s így ott is maradt. Szegény. Érdekes történet, kedves Tinóru, de mik az ennek Mimika betegségéhez? Igen, nos hát, Mimika közvetlen leszármazottja az említett egyszarvúnak, és a bűvös patkók ereje őt is átjárja. Az évek múltával a 4 aranypatkó egyre távolabb került egymástól, és ezzel együtt az erejük is egyre csökkent. Tehát ezért lett Mimika ilyen beteg. Hol találjuk a patkókat?
keressétek a strócok földjén. Úgy hírlik, a strócok a jövőbe látnak, mert birtokolják az egyik patkót. Rendben, elmegyünk hozzájuk. Nos, amíg ti a patkókat keresitek, Muszó és én majd ápoljuk szegény Mimikát. Igaz-e, Muszó? Ezt neked adom. Talán te több hasznát veszed majd, mint én. Nos, hát lássuk csak. Mit is akartam? Talán kékre festeni a házat? Ah, hát persze, a kis Mimika. Siess, Muszó, ne vesztegessük az időt! Az íj oly sötét és félelmetes. Fúj a szél, oly hideg, de mi meg nem állunk. De mi meg nem állunk. Az íj oly sötét és félelmetes. Harcra kél ellene, de mi addig szállunk, míg célunk megtaláljuk. És csak az a fő cél. Akadály, nincs semmi gát, száguldunk mi az éjjel át. 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 Szálljunk le! Ez itt már Strócföld! Ez itt Strócföld, sarcsillag. Vannak a strócok? Itt vannak körülöttünk. Öt az egyhez fogadtam rá, hogy visszatérsz, sarkcsillag. Bemutatom nektek Fürgelábat, a strócok vezérét. És én őrzöm a jövőlátó Sarlót. Azt is abból tudtam meg, hogy visszatérsz. Ezek szerint csaltál. A strócok mindig biztosra mennek. Viszont azt már nem tudom, hogy miért jöttél vissza. Mesélem. Tudod, az történt, hogy Mimika egyszer csak... A Sarló az égből pottyant ide, az istenek küldték nekünk. Nem válhatunk meg tőle. Ez egy aranypatkó. Hogyan szerezzük meg? Támadt egy ötletem. Fürgeláb, kihívlak téged egy versenyre. Legyen a Sarló a győztesé. Egy feltétellel. Hogyha veszítesz, a szolgám leszel. Örökre. Rendben. A Sarló sosem téved, előre tudta, hogy Fürgeláb győz majd. Hát persze, mi strócok csak is biztos dolgokra fogadunk. Ostoba Pónik! Tehát így mennek itt a dolgok. Na most megfizetnek. Ó, farkasok! Strócok! Bújjátok el! Megön, te meg mit csinálsz? A strócok csaltak. Tudták, hogy Fürgeláb nyer majd. A patkóra pedig szükségünk van. Na hát, ezek a strócok aljas csalók. Próbáljuk ki. Bűvös aranypatkó. Hol találjuk a fénypatkóját? Ez itt Örgeföld. Én már jártam ott. Remek, mutasd az utat. Szóval szükségetek van a patkóra, hogy segítsetek egy pónin. Mi Ürgék különösen szeretjük a találós kérdéseket. Ha fel tudtok tenni egy olyan találós kérdést, amire nem tudom a választ, akkor nektek adom a patkót. Köszönjük, ez nagy lelkű ajánlat. Miért dobta ki a kisfiú az óráját az ablakon? Azért, hogy láthassa, hogy repül az idő. Ennél nehezebbet kell kérdezned. Majd én kérdezek, mi az, ami reggel 4 lábon jár, délben 2 lábon, este 3 lábon? Egy 3 lábú béka, nem, egy liba bőrös patkány, nem, egy körbeforgó locsolócső, az sem, feladom, mi az? Az emberek azok, a kicsik 4 kézláb járnak, a felnőttek 2 lábon, és aki már nagyon öreg, az bottal vagyis 3 lábon jár. Nagyon jó! Rupi, vezesd el őket a patkóhoz! Azt hiszem, itt van valahol.
Igazat közt, sosem találjuk. Figyeljetek rám, ez a patkó erős fényt bocsát ki, tehát valami fényeset keresünk. Mint ami ott van Ropi lába előtt. Már hozom is. Vigyázzatok! Megmentettétek Ropit, ezért most ásunk nektek egy alagutat a koboldok barlangjáig. Ott megtaláljátok a következő patkót, amit tőlünk loptak el valamikor régen. Köszönjük a segítséget. Szívesen. Mi hürgék most már a barátaitok vagyunk. Nézd csak, Megan, a patkó fénye egyre erősebb. Biztos azért, tett közel van a harmadik. Fellöktél, ragyog! Nem, te lőttél fel engem! Engem is fellöktetek? Most pedig csúnyákat gondoltok, mami! Fújjatok el gyorsan! Édenkert, a patkó erőteljes fénye felfedheti rejtek helyünket a koboldok előtt. Nem tudnád elkívánni róla? Kicsi Pónik, tudjuk ám, hogy itt vagytok? Ugyan, halljuk a gondolataitokat! Nem kedveltek minket! Azt gondoljátok, hogy gonoszak vagyunk! Ez így is van! Elfogták sarkcsillagot és tüskést! Rájöttek, hogy hol van a rejtek helyük! Mi? Mondom, tudták, hogy hol vannak? Ha jól hallom, még ketten bujkálnak! Valahol itt! A mami olyan büszke lesz rám! Nekem kettő van, a többieknek csak egy! És több már nincs is! Én azt hittem, még van! Azt a bá, ha így lenne, hallanánk a gondolataikat! Na, vigyük el őket maminak! Ha úgy találták meg őket, hogy hallották a gondolataikat, akkor minket miért nem kaptak el? Mert minket nem hallanak. Talán a patkóink blokkolják a harmadik patkó telepatikus erejét. Akkor titokban követhetjük őket. Gyere! Most nyertem 356. alkalommal. Nézd, mit hoztunk, mami! Én kettőt fogtam, ők meg csak egyet! Na és mit akarsz ezzel mondani? Ti most nagyon csúnyákat gondoltok! Na jó! Most megkapjátok a magatokét! Elég! Örülök az ajándékoknak! Jó kis szolgák lesznek belőlük! Azokra nagy szükség van! De aminek még jobban örülnék, az az lenne, ha végre nem veszekednétek! Igen, mami! Ne haragudj ránk! Többet nem fordul elő, mami! Jók leszünk! Miért nem tudtok ti hárman békésen játszani, ha? Oly jó a békesség! Hát jó lenne, ha nem veszekednétek már. Elég! Ebből elég! Megvert az ég! A farkas sem új van, a darázs is szerint. Ti miért nem vagytok jók? A kedvemért? A kedvemért? Nem az én hibám! Talán az enyém! Mindig ők kezdik! Jó a békesség? Hát nektek miért muszáj? Folyton egymást korholni? Ez nekem nagyon fáj! Nagyon sajnálom, én még jobban! De én sajnálom a legjobban! Nem is igaz! Elnézést! Azért veszekednek folyton, mert a patkó segítségével hallják egymás gondolatait. Ha elengedsz minket, elviszük innen a patkót jó messzire! Badarság! A koboldok nem válnak meg a kincseiktől! Fiúk, a papa és én most hátra megyünk pénzt számolni! Nem akarok veszekedést hallani, világos? Igen, mami! Vajon Mimika jobban van már? Hát, mi most nem vagyunk valami nagy segítség neki.
Mindent megtettem érte, amit tudtam, de attól tartok, ez kevés. Rajta már csak a 4 aranypatkó varázs ereje segíthet. Nem tudnál esetleg te csinálni neki? Ha, ez nem is rossz ötlet, de nagyon soká tartana visszamenni a műhelyembe. Majd én elviszlek, nem gond egyáltalán. Nagyon gyorsan odaérünk, meglátod, egy pillanat alatt bizony, nagyon gyorsan repülök, bizonyám. Jó, akkor mire várunk még? Itt van édengertő széldallam. Ezt meg hogy képzeled? De nagyon örülök nektek. Megszöktek a rabszolgáink! Ez mind a ti hibátok. Menj csak tovább, Pille, majd utolérlek. Kiraboltak! Mami, sajnáljuk! Visszaszerezzük a patkót! Igen, meg kell kérjük! Sajnálom, hogy megütöttelek titeket! Én is sajnálom, hogy a hasadba boxoltam! Én is sajnálom, hogy csúnyán rátapostam a lábatokra! Felejtsétek el azt a patkót! Végre megvan, amire vágytam, egy kedves, szerető, boldog család! De ne vérsz, szárny gyík farog! Úgy tűnik, ez a varázserő túl nagy nekem, nem tudok bánni vele! Na és most merre menjünk? Ha jól érzékelem a patkó jelzését, az utolsó patkó itt van valahol, magasan fenn! Nézzetek csak fel, oda, arra a csúcsra! Már jártam ott, az ott a zöldhegyi tündék otthona. Nagyon magasan van, szerinted fel tudunk jutni? Persze, bár olyan magasan már ritkább a levegő. Indulás! Remélem nem pottyanok le, nagyon magasan vagyunk ám. Sarcsillag, széldallam, segítség! Már alig kapok levegőt! Ne aggódj, majd mi segítünk! Nem túl barátságos hely! A látszat néha csaltüskés! Üdvözlet neked és a barátaidnak! Kara vagyok, a hegyi tündék várának kapuőre. Mi járatban vagytok erre? Egy bűvös patkót keresünk, ami bárhová elrepít. Egy barátunk élete múlik rajta. Nagyon sajnálom. Ami nem az enyém, azt nem is adhatom nektek. A patkó a kis méz hercegnő tulajdona. A tünde törvények pedig kimondják, hogy semmit sem vehetsz el egy gyermektől, csak amit a gyermek önszántából neked ad. Esetleg beszélhetnénk vele? Persze, oda vezetlek titeket. Nem, Mév. Ő itt Megan. Egy szívességet szeretne kérni tőled. Micsodát? Egy barátunk nagyon-nagyon beteg. Csak a te bűvös patkód gyógyíthatja meg őt. Nekünk adnád? Nem. Ez az enyém. Mindig ezzel játszom. Ezt nézzétek. Hékás, várj! Segítség! Nap ilyesmit szoktam játszani. Most szálljunk tengerre, az is jó móka. Inkább ne. Érthető, hogy szereted ezt a patkót. De most menjünk álomvölgybe, hogy megmutassuk nekünk, miért kell. Rendben, indulhatunk. Tessék, a póninak nagyobb szüksége van rá, mint nekem. Köszönöm. Megan! Megszereztük a patkókat! Ide velünk, gyorsan! Mimika, már jobban vagy? Ó, sokkal jobban. Hálásan köszönöm. Sikerült! Sikerült!
én kicsi pónim, picike pónim. Megcsókolt a szavasz már, én kicsi pónim, picike pónim. Tova menekült a széli táj, elég a szélből, szomorú égből, vettel a vidám ruhám. Én pici pónim, picike pónim, legyőztöm napon.